estét kívánok, ez a 35 perc a Kölcsey Televízió közéleti műsora. A tervek szerint halad a Csengeri óriás börtön építése, az új intézet 1500 fő befogadására lesz alkalmas. A részletekről később, íme a teljes kínálat. Katonai eskütétel. 102-en vállalták a Magyar Honvédség egységes kiképzési programját. Épül a börtön Csengerben, 700 új munkahelyet teremt a beruházás. Utazás kiállítás. Idén is megmutatta magát Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye. A Nyíregyházi Kossuth téren tett ünnepélyes esküt a Vitéz Vattai Antal II. Területvédelmi ezred 102 katonája. A Magyar Honvédség egységes alapkiképzési program keretében bevonult állomány tagjai az egészségügyi, fizikai, pszichikai és kiképzési követelmények teljesítését követően beosztást vállalhatnak a Honvédség katonai szervezeteinél, vagy önkéntes tartalékos katonák maradhatnak. Önként vállalás alapján 2004 óta van önkéntes szolgálat a Magyar Honvédségben. Én azt gondolom, hogy ezek az idők mindenkit elgondolkodtatnak, a fiatalokat is. És ahogy láthattuk, ma itt Nyíregyházán 102 katona ennek ellenére úgy gondolta, hogy van tennivalója a világban, és van tennivalója a hazafegyveres védelme érdekében, és ők vállalták ezt a katonai szolgálatot. Én azt gondolom, hogy az elmúlt időszak toborzási adatai azt mutatják, akár a Lynx, vagy a tüzér toborzás tatán azt mutatják, hogy van érdeklődés a fiatalokban, és merik vállalni a katonai szolgálatot, annak ellenére, hogy Ukrajnában háború zajlik, vagy éppen közel-kezetten a gázőjövezetben is egy háború zajlik. A törvény előírja, 18-tól 65 éves korig bárki jelentkezhet, aki magyar állampolgár és büntetlen előéletű a Magyar Honvédség állományába. Többfajta szolgálati hivatásrendet választhat, hivatásos, szerződéses, önkéntes, tartalékos szolgálati formák közül választhat, kinek mire van ambíciója, vagy mire érzi a képességét. Én mindenkinek azt javasolnám, hogy kezdje tartalékosként, ismerje meg a katonai szolgálat lehetőségeit, kihívásait, követelményeit, élményeit, és ezt követően tovább tud lépni, akár szerződéses vagy hivatásos állományba, hogyha ezt megszereti, ha tetszik neki ez, és azonosulni tud ezekkel a katonai erényekkel. Melyek ezek az erények? Először is azt kell mondjam, hogy a hazaszeretet kell, hogy legyen a legfontosabb, hiszen a Magyar Honvédségnek az elsődleges feladata, hogy akár fegyverrel is megvédje Magyarország függetlenségét. Ehhez kell egyfajta bátorság is. Én azt gondolom, hogy ez senkiből sem hiányozhat, hiszen nagyon sok olyan katonai kiképzési feladatot kell végrehajtani, ami egy átlag ember számára, hogyha kívülről nézi, akkor talán félelmetes lehet, de a kiképzés fokozatosságának elve alapján mindenkit eljutottunk odáig, hogy meglegyen a kellő bátorsága, hogy ezeket a kiképzéseket, lövészeteket akár végre tudják hajtani. Nagyon fontos, hogy a katona a kiképzése végére képes legyen a legfontosabb dologra, hogy akár a hazájáért, ha szükséges, az életét is feláldozza. Ez azt gondolom, hogy nem szorul magyarázatra, ez évszázadok, talán ezer éve is igaz minden egyes katonára, hogy az önfeláldozás készsége, ez egy nagyon fontos szempont. És ez az, ami kiemeli a katonai hivatásrendet minden más hivatáshoz képest, hiszen csak a katonák esküsznek arra, hogyha kell, az életük árán is megvédik a hazájukat. Az önkéntességből adódóan 2004 óta a Magyar Honvédség is munkaerőpiaci szereplővé vált. Versenytársak vagyunk, mi is versenyzünk a fiatalokért, a szakképzett katonákért. Várjuk a sorainkba a fiatalokat. Természetesen azt is látni kell, hogy aki katonának jelentkezik, az nem a milliómosok életét tűzte ki célul maga elé, hanem azt gondolom, hogy egy nagyon nemes és elhivatott pályát választ a katonai szolgálattal. Amit mi ezért cserében nyújtani tudunk, egy tisztes, biztos, kiszámítható egzisztencia, ami biztosítja a katona családjának a jólétét,
és az, hogy a gyerekeit tudja iskolázni és megfelelő körülmények között fölnevelni. Mi ezt tudjuk nyújtani ehhez. Mindemellett a most beérkező csúcstechnológiás harceszközök megismerése, én azt gondolom, hogy egy nagyon érdekes kihívás nagyon sok fiatal számára. A kiképzés alatt, a gyakorlatok alatt, külföldi szolgálatok alatt, hadszintéri szolgálat alatt olyan kompetenciákra tudnak szert tenni ezek a fiatalok, amit sehol máshol nem lehet megszerezni. Én azt gondolom, hogy ezek a kompetenciák, ismeretek, tapasztalatok, amelyeket a katonai szolgálat alatt meg lehet ismerni, az mindenki számára egy nagyon fontos és hasznos ismeretanyag, amit a polgár életben is fel tud használni, és megerősíti azt az egyént és azt a családot, aki ezt választja. Én azt szoktam mondani, hogy aki tartalékos vagy hivatásos katonai szolgálatot vállal, minden egyes katona, aki ezt teszi, erősíti az országnak az immunrendszerét, ha úgy tetszik, a nemzeti ellenálló képességet. Minél többen szereznek vagy tesznek szert katonai kompetenciákra, ismeretekre és jártasságra, annál többen vagyunk, akik képesek megvédeni ezt az országot, ha a helyzet úgy kívánja. Én azt gondolom, hogy ez nem egy egyoldalú biznisz, ez nem egy egyoldalú vállás, hanem mi nyújtunk egy biztos társadalmi megbecsülést és egzisztenciát, egy hosszú távon kiszámítható jövőt, és cserében a katona olyan élményeket és képességeket kap, amely azt gondolom, hogy bárki számára nagyon hasznos és fontos lehet. A vezérőrnagy azt mondta, a honvédség kötelékében egyre több hölgy találja meg a neki legmegfelelőbb állás lehetőséget. A harcoló beosztásokban alapvetően a férfiakat várjuk, a fiatal életerős férfiakat, hiszen azok a fizikai terhelések, az a kihívás, ami rájuk vár egy hadszintéren, az nem a nőknek való terhelés, én azt gondolom. De van lehetősége a katonanőknek és a magyar honvédségekben szolgálatot vállalni, elsősorban logisztikai támogató beosztásokban, esetleg adminisztratív munkakörökben, hiszen a katonanőknek és általában a nőknek van egy nagyon fontos tulajdonságuk a férfiakhoz képest. Ők képesek megosztani jobban a figyelmüket, mint a férfiak. A férfiak egy dologra tudnak koncentrálni, de az teljes erőbedobással. A nők esetében más kompetenciák vannak, amelyek hasznosak a magyar honvédség számára. Ma jelenleg a magyar honvédségben a katonanők aránya körülbelül 20% körül alakul. Én azt gondolom, a NATO-n belül is ez egy kimagasló szám és eredmény, de én mindig azt szoktam mondani, hogy ha a fiúk nem elég bátrak, akkor jöjjenek a lányok, és őket is megtehetjük harcolni. A katonai pályát választó újoncoknál nem ritka, hogy a családban már valaki szolgált a honvédségnél. Így volt ez a most felesküdött Pálmai Vanda esetében is, aki légvédelmi lövésznek készül. Apukám volt korábban katona, illetve nagymamám párja volt az, aki leginkább talán motivált is ebben. Végre ő szokott történeteket mesélni erről, hogy neki milyen volt a múltja. Nagyon sok izgalmas történetet mesélt, ami alapján úgy döntöttem, hogy utána nézek, megpróbálom, és igazából el is mentem az első toborzó irodába, ami legközelebb esett hozzám, akkor rögtön alá is írtam ott a papírokat. Kitöltöttünk mindent, kellő dolgokat megbeszéltük, és rögtön neki is láttunk a papírmunkának tényleg. Hogy Magyarországot híven szolgálom! Az esküszövegét előmondó Dávid Sándor hozzátartozói között is volt katona. Volt a családban konkrét személy, aki szolgál ugyanúgy a honvédségnél. Az értékrend, tehát minden mellett a családtagon mellett az értékrendi egyezhetőségek is azok, amit így a honvédség iránti felkeltötték az érdeklődésemet. Ugye most kezdőként, ugye tartalékosként kerülünk állományba. Ezt követően ugye a szerződés kötéssel tudunk egy-egy alakulathoz bekerülni. Ha minden jól megy, akkor én a budapesti helyiség Dandárnál fogok tudni helyet, illetve beosztást kapni, úgyhogy izgatottan várom a továbbiakat, hogy milyen irányba tudunk elindulni ugye közös munkával a honvédséggel kapcsolatban, mert egyelőre nagyon szimpatikus a kiképzési része, az egész millió, amit így nap mint nap az ember így megtapasztal. Egyszerűen tényleg klassz érzés ez az egész, hogy olyan értékrendekre ráerősítenek, vagy beépítik az emberek mindennapjaiba, amiket hasznos tanulat akár a civil életben is. Az újoncokra váró 180 órás képzés egy alapkiképzésből, egy adminisztrációs hétből, valamint egy lövész alapozó felkészítésből áll, amely során a katonák elsajátítják a fegyveres harchoz kapcsolódó katonai alapismereteket is.
A tervek szerint halad Magyarország legnagyobb és Európa legmodernebb börtönének építése Csengerben. A büntetés végrehajtás országos parancsnoksága egy 1500 elítélt befogadására alkalmas intézetet alakít ki, amire főként az ország börtöneinek telítettsége miatt van szükség. A beruházás részleteiről most Forján Zsolttal, Csenger polgármesterével és Bicó László dandártábornokkal, a projekt szakmai vezetőjével beszélgetünk. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. Jó estét kívánok. Jó estét kívánok. Dandártábornok úr, hány évre vezethető vissza, hány évre nyúlik vissza ennek a börtönnek a tervezése, és mi az, ami a létjogosultságát megalapozza ennek a hatalmas létesítménynek? Most már a 8. éve, hogy a kormányzat meghirdetett az önkormányzatok felé egy pályázati lehetőséget, ami arról szólt, hogy mely önkormányzatok vállalják, hogy a terület és a közmű biztosítással egy büntetésvégrehajtási intézetnek adnak helyt, ami meg fog épülni valamikor. Ez egyébként Csenger városa is ugye a pályázók között volt. Majd hát eltelt egy hosszabb idő, viszont egy kormányhatározat alapján Csenger városában nem 500, hanem 1500 fős büntetésvégrehajtási intézet épül. A mi okozta ezt a létszámbővítést? A létjogosultsága egy új börtönépítésnek a telítettség. Tehát ahhoz, hogy az Európai Uniós normákat be tudjuk tartani, ahhoz fenn kell tartanunk ugye azt a fogvatartotti elhelyezhető létszámot, ami jelen pillanatban az országot terheli, és így ez 1500 fővel megvalósul ez a telítettségi mutató. Nem lépjük túl ugye a 100%-ot, de természetesen jövőre is gondolva, tehát van benne egy bizonyos mozgástér még pluszban. Amennyire én tudom, ez két lépcsőben fog megvalósulni, 1000 plusz 500. A 1000 plusz 500 az egyébként két lépcső, de egy időpontra készül. A kivitelezővel sikerült egy szerződés módosítás, ami azt jelenti, hogy szeptember 1-én mindkét lépcső műszaki átadásra, és szeptember 30-án pedig tényleges átadásra kerül sor teljes mértékben a működő BV intézet. Néhány számmal tudjuk érzékeltetni, hogy mekkora ez a létesítmény? De 5,5 hektáron épül a létesítmény. Ugye, mint említettem, 1500 fogvatartott befogadó képességével fog bírni. Ez lesz az ország legnagyobb büntetésvégrehajtási intézete. 663 fő lesz a személyállomány, aki végrehajtja az ott tartózkodó fogvatartottakkal kapcsolatos büntetésvégrehajtási feladatokat. Három épület együttes tartozik a fogvatartottak elhelyezéséhez. A három épületben 500-500-500 fő kerül elhelyezésre. Ezek földszint első, második és harmadik emeletet jelentenek. Lesz még a területen 2000 négyzetméteres munkacsarnok, ami a fogvatartottak foglalkoztatását fogja szolgálni. Természetesen az intézet fenntartásban is, mint olyan, közel 300 főnek fogunk tudni munkát adni, konyhák, műhelyek, karbantartás és egyéb tevékenység. És egy irodablokk is épül a bástyafalon kívül, ami ugyanezen az 5,5 hektáron terül el, ott pedig a személyi állomány irodai blokkjainak az elhelyezése történik meg. Polgármester úr, miért érezték fontosnak, hogy pályázzanak erre a lehetőségre, és mit jelent Csengernek ez a beruházás? Csenger városának és az önkormányzatnak kiemelten fontos volt, hogy a gazdasági élénkítést és a munkahelyteremtést támogassa, és ezért úgy gondoltuk, hogy egy nagyon komoly állami beruházást kell Csengerbe hozni. Látjuk azt főleg a mai világban, hogy egyik pillanatban még működik egy vállalkozás, de már következő pillanatban már azon gondolkodik, hogy hogy fejezze be, hogy menjen ki más irányba. És ezért mi meg akartuk erősíteni a térséget, Csenger városát és a csengeri járást, és azt a kis szatmári térséget, és ezért úgy gondoltuk, hogy mikor 8 évvel ezelőtt, hogy tábornok is elmondta, kiírták a BV pályázatot, akkor mi is bepályáztunk, és ezt népszerűsítettük a lakossággal. Tehát mi végigmentünk mindenütt, ahol 10 főnél több ember dolgozik, bárhol, legyen ez ABC, legyen ez iroda, könyvelőiroda, gimnázium, általános iskola, gyárak, cipőgyár, tésztagyár, stb. Mi mindenhova elmentünk, és elmondtuk, hogy minden negatívját, pozitívját ennek a munkahelyteremtésnek. És az emberek azt mondták, hogy ezt csinálni kell, ez nagyon fontos a térségnek, hiszen a munkahelyteremtés az egy a legfontosabb az egészségügyi szolgáltatások mellett, a második legfontosabb, amit egy önkormányzatnak vagy egy városnak meg kell élnie. És ezért beadtuk a pályázatot, akkor ugye hosszú évek múltán haladtunk végig, és
Kértem segítséget abban a szakemberektől is, képviselő úrtól, Kovács Sándor képviselő úrtól, a magyar kormánytól, miniszterelnök úrtól is, hogy nekünk mindenféleképpen segítsen ebben, hogy ez a munkahelyteremtés ide jöjjön az ország leghátrányosabb térségébe. És nagy örömmel vettük, mikor megkaptuk a pályázatot, hogy Csenge városa megnyerte. Nagyon-nagyon sokat segített ebben a munkában országos parancsnok úr, Bicó László tábornok úr és a kollégái és az ő vezetői is, hiszen egy közös csapatmunka kellett ahhoz, hogy idáig eljussunk, és ilyen szépen folyamatosan, zökkenőmentesen tudjuk az embereket felvenni, és az építkezés meginduljon. Mi Csenger városa, muszáj voltunk ehhez már infrastruktúrát is hozzárendelni. Ez lett volna a következő kérdésem, hogy amellett, hogy a munkaerőt tudják biztosítani, majd erről is részletesebben beszélünk, mi az, amit fel tudott ajánlani Csenger ehhez? A pályázatban kiírás volt az, hogy infrastruktúrával kell rendelkeznünk. Ehhez mi felajánlottuk az 5,5 hektár területet, és hozzá teljes közművet kellett kiépítsünk, tehát ehhez meg kellett építeni 6 méter széles utat, hozzá megépítettük a járdát, hozzá megépítettük a vizet, a gázt, a villanyt, a teljes nyomvonalas vezetékeket kellett kiépíteni, és ezután, mikor ezek megvoltak, ekkor jöhetett el maga az építkezésnek a fázisa is. Milyen forrásból tudták ezeket megteremteni? Miniszterelnök úr, mikor Csengerbe látogatott 2017-ben a fedett uszodának az átadására, akkor kértem tőle, hogy segítsen meg nekünk ezt az elgondolásunkat, és akkor 650 millió forint visszanemtérítendő támogatást adott a magyar kormány Csengernek, hogy építsük ki ezeket a közműveket, és akkor megvalósítottuk, és onnantól kezdve már teljesen megfeleltünk a jogszabályi háttereknek is. Elhangzott, hogy majdnem 700 főre van szükség ahhoz, hogy ezt a börtönt el tudják látni munkaerővel. Gondolom nem csak Csengerből kerül ki. Nagy térségből, tehát a szatmári és beregi térségből is jelentkeznek hozzánk nagyon sokan. Épp azt beszéltük tábornok úrral, mikor elemeztük a jelentkezőknek a számát, hogy az elmúlt 5 hónapban több mint 1800-an jelentkeztek erre a közel 700 helyre, most már úgy hiszem, hogy 2000 fölött van a jelentkezőknek a száma, tehát nagyon-nagyon népszerű a fiatalok körébe a büntetés végrehajtás intézet, és az, hogy ez miért ilyen népszerű, a tábornok úr majd többet fog mondani, hiszen Európa legmodernebb high-tech börtöne lesz. Ha már így megszólítottuk a tábornok úr, a tábornok úr, mitől lesz jó egy börtönőr vagy egy börtönben dolgozó személyzet? Milyen képességekkel, készségekkel kell rendelkeznie ahhoz, hogy beválogassák itt az 1800-2000 emberből? A felvételi eljárásnak ugye azért általános szabályai vannak, 18. életévet be kell tölteni, fedhetetlen múlttal kell rendelkezni, és fel kell tudni venni azt, hogy fizikai és pszichikai állapota megfelelő legyen, tehát egy ilyen vizsgálaton is egy teszten kell végigmenni a felvételizőknek. Mindamellett ugye azért is fontos a büntetés végrehajtása fiatalok számára a mai világban, mert ez egy biztos és hosszú távra kiszámítható szakma. A fizetés természetesen magas. Tehát fiatalon, pályakezdőként a adómentességgel együtt 400.000 forint fölött visznek haza a kollégák nettóba. Ez azt hiszem, hogy főleg a térségbe is, de bármelyik térségében Magyarországnak ez egy vonzalom. A másik az egyéb járandóságok, amiket ugye a büntetés végrehajtás folyamatosan biztosít, így a kafetériát ugyanúgy megkapják a kollégák, minden évben kapnak ruházati illetményt, amit saját magukra fordíthatnak, hát az egyenruhájukra. Adjuk a iskolatámogatási kedvezményeket és az egyéb ilyen jellegű juttatásokat, amik több helyen járnak, de ugye tudjuk, hogy nem mindenhol. Támogatjuk az utazási költséget, annak egy részét, és minden évben értékeljük a kollégáinkat, így amennyiben jó vagy kiváló munkát végez, akkor plusz még bizonyos összegű juttatást egy évben kétszer pluszként megkaphatnak a kollégák. Amennyire tudom, komoly képzésen fognak keresztül menni, és már a képzés alatt is kapják a fizetést. Így van, tehát ha valakit felveszünk az állományba, az a képzés előtt történik, onnantól már ő kapja a fizetését a teljes képzés alatt.
Többször elhangzott, hogy Európa legmodernebb börtöne lesz, high-tech berendezésekkel, mesterséges intelligencia és mindenféle informatikai háttérrel. Gondolom erre is kiképezik majd a személyzetet. Igen, természetesen már az iskolában elindul az egy irányú képzés. Maga a BV intézet ugye többet fog tudni nyújtani, mint az eddigi BV intézetek, és bízunk benne, hogy ez az országban a többi BV intézet is elterjed. Itt ugye az innovatív megoldások és a mesterséges intelligencia is elhangzott. Ezeket mind-mind beépítjük a biztonsági rendszerbe, meg a napi munkánkba, de természetesen a fogvatartottak is fognak ennek egy részével találkozni. Tehát sokkal könnyebb lesz például egy fogvatartotti ügyintézés magának a fogvatartottnak is. Nem kell sorba állni, a sorszámot húzni, az mint a civil életben, hanem a saját zárkájában el tudja indítani a saját kérelmeit, el tudja végezni azokat a mozzanatokat, amivel hozzájut a saját adataihoz, például, hogy mennyi pénze van, mikor mehet kiétkezni, ezeket mind-mind az árkába rendelkezésére fog állni. Azon túlmenően pedig a nagy része az innovatív technológiának a személyállomány munkaterheit hivatott csökkenteni, tehát azért egy büntetésvégrehajtási dolgozó, teljesen mindegy milyen területen van, leterhelt. Ezen szeretnénk ezekkel a technológiákkal, az elektronikával, informatikával közösen segíteni, hogy magukat a terheket egy kicsit könnyebbé tegyük. És hát persze a biztonság az, ami az elsődleges szempont. A biztonság elsődleges szempont, ugye a fogvatartottakat a büntetés végrehajtásnak a szabadulásig meg kell őriznie, és a biztonságot szolgálják szintén ugyanezek a technikák. Ezek egymásra épülő és rendszerszerűen működő elemekről van szó, az okos kamerákról, és minden olyan arcfelismerő rendszeres mozgásról az intézeten belül, amik erősítik a biztonságot. Említette, hogy munkacsarnokok is épülnek. Milyen feladatokat, milyen munka lehetőségeket, vagy munkakötelezettségeket kapnak a fogvatartottak? Magyarországon minden munkaképes fogvatartottnak dolgoznia kell, tehát ez nem választási lehetőség, ez kötelezettség. Természetesen van, aki dolgozik, de van, aki tanul, sőt, van olyan is, aki dolgozik is és tanul is. Ez itt Csengerben is biztosított lesz. Ugye külön tantermek épülnek oktatási részleggel, és mint említett, a 2000 négyzetméteres csarnokba, mindenképpen munkát viszünk a fogvatartottaknak, és a környező települések vállalkozóit is várjuk azokra a csarnokokban lévő munkaterületekre, amire fogvatartottak által elvégzett, akár bérmunkát tudnak végeztetni. Mennyit jelent egy fogvatartottnak a rehabilitációja szempontjából az, hogy milyen börtönkörülmények között tudja a büntetését tölteni? Mennyire lehet visszaintegrálni a társadalomba őket? Ez egy nagyon fontos tézis. Tehát Magyarországon már nem felhető, de egy elmaradott ország börtöneinek ismerjük a börtönkörülményeit. Én azt mondom, hogy úgy, ahogy egy normális irodaházba, ha elmegyünk, és még az átlag állampolgár sem dobja el a papírzsebkendőt a sarokba, mert olyan a környezet. Ezt a börtönben is meg tudjuk valósítani azzal, hogy egy normális, elfogadható, nem luxus, de elfogadható körülményeket biztosítunk, ami tiszta, rendezett, és maga az ottani tevékenység fogadható számára is kiszámítható. Ez biztos, hogy az eddigi életük során a nagy részének nem adatott meg, tehát ez biztos, hogy tudjuk biztosítani. És az igényességét meg tudjuk fogalmazni, a másik pedig maga a munkavégzés vagy a tanulási kötelezettsége, hogy ha eddig nem is tette meg, legalább egy papírral többel szabaduljon, mint amennyivel bejött, már növeltük az esélyét annak, hogy kapott egy végzettséget, végzett valamilyen munkát, és abba esetleg a civil életbe továbbiakban el tud helyezkedni. Milyen súlyos bűncselekménnyel kerülnek majd Csengerbe? Bármilyen bűncselekménnyel Csengerbe lehet kerülni, ez nem kiváltság és nem is büntetés. Tehát de milyen fokozatú büntetést de tudnak? Alaphelyzetben ugye a legszigorúbbtól a közép kategóriás fogvatartottig, most jelen pillanatban információm szerint így lesznek a fogvatartottak oda szállítva. Polgármester úr, az infrastruktúra bővítésről már beszéltünk, de milyen szolgáltatásokat tud majd nyújtani a dolgozóknak Csenger, hiszen nem mindenki csengeri
azok közül, akik itt majd elhelyezkednek. Igen, fel kellett készülnünk arra, hogy rengeteg csengeri, akinek el kellett hagyni a város, mert nagyvárosokban kapott munkahelyet Budapesten vagy Dunántúlon, ők most haza jönnek, nagyon sokan hazajelentkeztek, és veszik a lakásokat, újítják fel, és vannak olyanok, akik pedig új lakást szeretnének vásárolni. Ezért a Büntetés Végrehajtás Intézettel összefogva két lakópark fog épülni most Csengerbe, egy lakóparkot a BV épít, egy 50 férőhelyes, és a másik lakóparkra pedig mi az önkormányzat adjuk oda a területet, és ott fogunk olyan lakásokat építeni, amit meg lehet vásárolni. Természetesen az állami támogatásokat igénybe tudják venni azon fiatalok, akik még ezt nem aknázták ki, és emellett pedig a BV is úgy tudtuk meg országos parancsnok úrtól, hogy ő is fog visszatérítendő kamatmentes támogatást adni azon fiataloknak, akik Csengerbe jönnek. Én úgy tudom, hogy az 20 millió forint lehet maximum. Miért tudja megfinanszírozni ezt az önkormányzat? Az önkormányzatnak már van saját területe, ezért mi ezt fel tudjuk ajánlani. Mi ezzel járunk hozzá a fiataloknak, hogy nem kell telekhányadot fizetni, mint itt nagyvárosokban, hanem az ingyenes, és természetesen csak az építési költséget kell kifizetni. A Büntetés Végrehajtási Intézetnek is vannak olyan cégei, vagy van olyan cége, amely vállal ilyen építési munkát, úgyhogy elsősorban mi már tábornok úrral megbeszéltük, hogy ők elkezdik az építkezést, de már vállalkozók is jelentkeztek, akik a lakópark építésébe szeretnének bekapcsolódni, ők beleteszik nyilván a pénzüket, és akkor utána ők értékesítik azon emberek felé, akik ott akarnak dolgozni, és nem csak a BV-seknek, hanem Csengerben bárki, aki ott szeretne lakást vásárolni, ezen lakóparkokban akkor biztosítani fogják. Mi készültünk a bölcsödével is, új bölcsödét építettünk, sőt már bővítettük is, hiszen tudjuk azt, hogy rengeteg fiatal jön és gyerekeket is fognak hozni, gyerekek is fognak születni Csengerben, és ezért már ezzel is készültünk, hogy a gyerekeket tudják elhelyezni, tudjanak a szülők elmenni munkába. Óvodára most nyertünk 500 000 forintot a teljes felújítására, és különböző elkerülő utakat, körforgalmi utat nyertünk már meg, amellyel szintén a Csengerben való mozgás fogjuk a közlekedést könnyíteni, hiszen várhatóan Csenger egy 5-10 éven belül egy olyan 1000-2000 fővel nagyobb lesz a lakószám, tehát várhatóan olyan 7000 fő környékére fogunk emelkedni, hiszen annyian jönnek dolgozni, és ami még ezt megerősíti, hogy az autópálya, az M3-as autópálya, ugye az M49-es gyorsforgalmunknak a hosszabbításával, 3 év múlva Csengernél lesz a körforgalomnál, és ez még rengeteg munkahelyteremtést fog nekünk a térségbe hozni, hiszen már jelentkeztek logisztikusok, már jelentkeztek kamionparkolókra és gyárakra, üzemekre olyan cégek, akik ott akarják az ipari parkba pontosan emiatt felhúzni az épületeiket. Ez egy külön műsor témája lehet majd, és lesz is, azt gondolom. Polgármester úr, Dandár tábornok úr, köszönöm szépen, köszönöm, hogy befáradtak, és mindezekről beszámoltak nekünk. Köszönöm. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye, valamint Vásárosnemény és a Beregi térség értékei, különleges turisztikai lehetőségei is bemutatkoztak a 46. utazás kiállításon Budapesten. Az ország első számú turisztikai vásárának fókuszában idén az aktív és kalandturizmus állt. Az esemény külföldi díszvendége ezúttal Bulgária, a belföldi Békés vármegye és Gyula városa volt. Előszeretettel fogyasztották az érdeklődők a jellegzetes finomságokat Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye önkormányzatának standjánál csütörtökön. A szabolcsi alma például szilárd és folyékony halmazállapotban is megkóstolható volt, de helyet kaptak az asztalon más gasztronómiai különlegességek is, míg a vármegye idegenforgalmi látnivalóit kiadványok ismertették. Így mutatkozott be idén Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye a budapesti Hungexpón rendezett 46. utazási kiállításon. Elsősorban persze itt a turisztikai látnivalókra, attrakciókra, épített örökségekre, természeti örökségekre és a gasztronómiára mutatunk rá a kiállításon. Hagyományosan Vásárosnemény önkormányzatával részt veszünk ezen a kiállításon. Hosszú évek óta nagy érdeklődés kíséri a kiállítás. Biztos vagyok benne, hogy a megyei turizmus ágazatának a fejlődéséhez, a számok megvalósításához hozzájárul ez a jelenlét is, ami egy megyei jelenlétet jelent. Korábban Kárpátalja önkormányzatával szerepeltünk ezen a kiállításon, most sajnos a háborús helyzet ezt nem teszi lehetővé. Az elmúlt évekhez hasonlóan a vármegyei önkormányzat standjánál Vásárosnamény és a Beregi térség különleges és széles turisztikai lehetőségei is megmutatkoztak. Tudjuk azt, hogy különleges adottságokkal megáltott térsége
ez a vármegyénknek, hiszen négy folyó őrlésében fekszik városunk, és azt is tudjuk, hogy közel 300 kilométernyi kerékpározható töltéskoronánk van, amivel szervesen beilleszkedik a középkori templomok útja is, és akkor ezáltal el is érkeztünk az utazáshoz, a turizmushoz, hiszen nagyon sokan azért látogatnak el hozzánk, mert tudják azt, hogy nagyon jókat lehet bringázni, azt tartalommal is meg lehet tölteni, lehet evezni a folyóinkon, ezáltal a víziturizmus középpontjába is került a térségünk, hiszen a Bereg Szívvédelőközpont rendre várja az ideérkező fiatalokat, gyermekeket is, és azt is tudom, hogy Szatmár-Bereg közös és különleges egyvelege az, ami nálunk megtalálható. A 46. utazás kiállítás külföldi díszvendége Bulgária, a belföldi Békés vármegye és Gyula városa. A 23 belföldi és 28 külföldi úti cél önálló standon kínálja utazásait. Az érdeklődőket közel 150 kiállító várja. A kiállítás fókuszában idén az aktív és kalandturizmus áll. Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős államtitkára megnyitón úgy fogalmazott, az esemény témaköre is azt mutatja, hogy mára jelentősen megváltoztak a nyaralási szokások. Nekünk az a feladatunk, hogy az emberek Magyarországon jól érezzék magukat, egészségesek legyenek, mozogjanak és éljenek aktív módon. És nagyon örülök, hogy az utazás kiállítás ezt ennyire fontosnak tartotta, és ez egyébként nem is véletlen, hogy így alakult. Hogyha megnézzük az utazási trendeket Magyarországon, akkor azt látjuk, hogy az utazási szokások az elmúlt 30-40-50 évben teljesen átalakultak. Amikor én fiatal voltam, vagy egy gyerek, akkor kaptunk a szüleimmel egy kéthetes szót beutalót Balatonra, ez minden évben előfordult. Hát én nem tudom, a két hetet a négy fiammal, vagy a családommal én biztos, hogy nem élném túl olyan körülmények között, mint hogy a szüleink ezt túlélték velük. Teljesen mások a társadalmi igények. Ahogy elhangzott, mindenütt keresik az élményt, a kalandot, a kihívást a nyaralások során. A 46. utazás kiállítás egészen vasárnapig várja az érdeklődőket Budapesten, a Hung Expo-n. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb új műsorral, jövő hét hétfőn jelentkezünk. Én kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!